Egy friss elemzés szerint csak sikertelen vagy lelassult fejlesztések jellemzik az elmúlt időszakot a fővárosban, és visszatérni látszik a Demszky éra utolsó éveire jellemző pangáskora. Nem csak a Lánchíd felújításának ügyében, de más területeken is szakértelem és tapasztalat nélkül zajlik a döntéshozás Karácsony Gergely megválasztása óta. Vendégével beszélget Fábián Barna. Köszönöm szépen, Nagy Ervin, a 21. század intézet kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az önök tanulmányának az a címe e témakörben, hogy építkezés helyett virtuális politizálás. Na menjünk mögé! Voltak éppen ennek a tanulmánynak nem az a lényege, hogy összehasonlítsuk a 9 évnek, ami egyébként nagyon eredményes volt, felújításait a most történt felújításokkal. Talós István főpolgármestersége alatti 9 év. Így van, pontosan így hangzik. Ugyanis ugye 10 hónap telt el, tehát igaztalan volna azt állítani, hogy 10 hónap alatt el kellene azokat a sikereket érni, mint amit a Talós korszakban a főpolgármester Talós István elért. Ellenben már most látszanak olyan tünetek, olyan problémák, amelyek a városháza összetételéből erednek, és működéséből erednek. Ugyanis azok az emberek, akik Karácsony Gergely stábjában dolgoznak, gondolok itt akár a polgármester helyettesekre, főpolgármester helyettesekre, vagy arra közel 40 tanácsadóra, akik egy testületben próbálják a városházát irányítani, olyan módon lettek kiválasztva, hogy nem a szakértelmüket nézték, hanem a politikai hovatartozásokat. Eredően állítjuk, amit állítunk, tehát nem magát az eredményeket nézzük csupán, azokat tüneteknek tartjuk, tehát az, hogy eredménytelen az elmúlt 10 hónap, hanem azt, hogy ez az összetétel szükségszerűen alkalmatlan arra, hogy az az építkezés folytatódjon, vagy megismétlődjön, amit a Talós korszakban láttunk. Hol lát kirívó szakmai atlanságot bizonyos témákban? Elég csak a főpolgármester helyetteseknek a személyre tekinteni. Az 5 főpolgármester, ugye, ami úgy jött létre... Főpolgármester helyettes, ami úgy jött létre egyáltalán, hogy megállapodtak a pártok, akik Karácsony Gergely mögött voltak a választási kampány során, és politikusokat jelöltek erre a pozícióra. Azok közül 3-ról elmondható, Dorosz Dávidról, Kerper Furnius Gáborról, hogy nem rendelkeznek semmiféle városvezetési tapasztalattal. A harmadik egyébként a Kis Ambrus, akiről tudni kell, hogy a Gyurcsány kormány időszaka alatt jogi tanácsadóként vagy kabinetvezetőként dolgozott különböző minisztériumokban. Azonban városvezetésben semmifajta tapasztalatot nem szerzett. De ha a tanácsadó testületeket nézzük, ugye ami szintén mondható, hogy megduplázódott az előző érához képest, tehát Talós Istvánnál 3 főpolgármester helyettes volt, Karácsony Gergelynél 5 van, a tanácsadó testület is megduplázódott, mind tele van politikai kinevezettekkel. De ha azokat az intézményeket nézzük, akár amelyek a fővárost irányítják, akkor azt láthatjuk, hogy egy Vágó István is szerepet kap ebben a testületben, de ugyanúgy elmondható több MSZP-s politikus, vagy aki talán leginkább emblematikus, az a Gályi Zoltán, aki gyakorlatilag, hát ugye jó láthatóan irányítja a városházának a testületeit. Ezek mind politikai kinevezettek, akiknek nincsen szakmai kompetenciájuk, nincs városvezetői tapasztalatuk, ráadásul ideológiai és különböző helyről érkeztek, ezáltal nem tudnak egy érdek, egy érték közösségben dolgozni. El tudja azt képzelni, vagy van annak esélye, hogy kicsi vagy nagy, azt most hagyjuk, hogy az ellenzéki összefogás a főpolgármesteri hivatalban is megbomlik, látjuk ugye a városok zenéjét hallva, nem akarom most végig sorolni mindahányat, legutóbbi Göd. 21. század intézetnél már készítettünk ezzel kapcsolatosan ezelőtt egy héttel egy olyan elemzést, amelyben hát történelmi kifejezést használva habarék ellenzékként definiáltuk azt az ellenzéket, ami most különböző ideológiai, különböző gyökerű emberekből áll. Ugye Göd az egy pici laboratórium ennek az egész történetnek. Azt láthatjuk, hogy ott a demokratikus koalíció nem tud együttműködni a Momentumos polgármesterrel, ráadásul még jobbikos alpolgármester is van, aki egy külön erőt képvisel, és úgy tűnik, hogy a demokratikus koalícióval közösen lép fel a Momentum ellen, tehát azt láthatjuk, hogy ez a habarék ellenzék egymással versenyben van, sőt, sokszor egymással nagyobb konfliktusba kerül, mint amit mondjuk ellenzékként elvárhatna mondjuk tőle egy ellenzéki szimpatizáns állampolgár, és azt látjuk, hogy az az együttműködés, ami Gödön, hát egy ilyen szivárvány
koalícióban nem működik. Budapesten is hasonló konfliktusok várhatóak, sőt, már vannak is ideológiai szembenállások, sőt, pártok közötti konfliktusok. Úgyhogy könnyen megjósolható az, hogy hasonló éles konfliktusok alakulnak ki. Egyelőre ez még nem történt meg, egyelőre csak a bénultságot látjuk, azt látjuk, hogy nem tudnak együtt dolgozni, és hát hasonlóan, mint a Demszky éra utolsó időszakához, elérkezett a pangáskor a Budapesten is. Ez olyan, akkor ez a koalíció, most az ön szavaiból kifestem, de rendelnék egy nagy pizzát, egybe van ugyan a pizza, de az egyik körcik szelet az gombás, a másik vegetáriánus, a harmadik marhahúsos, a negyedik csípős, az ötödik tojásos, ezt jó étvágyat kívánok. Az analógia tovább vihető annyiban, hogy elfogadva azt, hogy valóban sokféle és sok színes, szagos, szivárvány színű ez a pizza, viszont a választópolgárok számára talán ehetetlenné is válik ezáltal. A Lánchíd kérdésében hogyan látja, most elindult valami 10 hónap után, a közbeszerzési hivatalnak itt volt a vezetője, aki azt mondta, hogy azért dobták vissza a főváros ezilányú írományát, mert hogy a törvény leírja, hogy 11 éves határidő és 8 éves határidő van a kezdés és a befejezés, és ezt a határidőt nem vette figyelembe az a kiírás, ezért vissza kell dobni. Azóta persze kijavították, hát és ott egy jogász a csapatban, hát azt mondja, hogy Dorosz Dávid jött, hanem jogász. Dorosz Dávid az egyik főpolgármester helyettes jogász. És ugye hozzá is tartozna ez a történet, de azért látjuk azokat a keveredéseket, kavarodásokat, ami a Pesti úti idősek otthonánál is történt, hogy nem tudtuk egyáltalán mi, választópolgárok, mi a főváros lakosai azt, hogy gyakorlatilag ki a felelős ezért a történetért. De visszatérve az eredeti kérdésre, a Lánchíd felújítással kapcsolatos problémák, azok nagyon jól mutatják azt a tünetet, amelyet a főpolgármesteri hivatalnak az összetétele és működési logikája jelképez. Gyakorlatilag a Lánchíd felújítás esetében egy olyan problémát, egy olyan amatőrizmust figyelhettünk meg az elmúlt néhány hónapban, amely abban csúcsosodott ki, hogy a fél éves késéssel megszülető tenderkiírás gyakorlatilag hemzsegett a jogi hibától, és volt benne egy olyan hiba, amiről ön is beszélt, ami gyakorlatilag a közbeszerzési hivatalnak megkötötte a kezét. Tehát gyakorlatilag azt kellett mondania, hogy jogi szabályok miatt, jogszabályok miatt ez nem elfogadható. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.